Egy gyönyörű szép esős napra ébredtünk, és a mai nap egy forgatási nap lesz. Kivel mással? Kivel mással? Jó napokat! Jó napokat! Szevasz! Szevasz! Szóval, az van, hogy én nem készültem úgy, hogy ma forgatás lesz, mert múlt héten én voltam beteg, brutálisan, végig aludtam kb. A hetet, aztán ahogy már készen álltam volna forgatásra, Máté lett beteg, ezért a héten még nem úgy készültem, és így raktam össze az edzéstervemet, hogy igazából mindenem fáj jelenleg, nem tudom, hogy ma mit fogunk edzeni, mert van egy ötletem, és ha azt csináljuk, akkor ez kegyetlen lesz, de egyelőre menjünk a terembe akkor. Szóval az a helyzet, hogy ez épp itt a reggelim, és jól látjátok, igen, belevágtam egy Snickerst a zappfejembe. Miért? Mert betegség alatt tele lett a tököm azzal, hogy nem edzhettem, megint nem tudtam videót készíteni nektek, semmit, tehát így megállt az élet, és ma ennek véget vetünk, végre. Ezért is a cím valamilyen izomvadászat kezdete, mert igen, itt a tél, újra tömegelni kell, az izomtömeg a fontos, és ehhez elnézést, de most a Snickers nekem egy nagy segítség lesz, mert megint fél egy van, és reggelizek. Nem azért, mert így akartam, hanem mert így alakult, sok a munka, sok e-mailre kellett reggel válaszolni. Állni kellett a 11. kerület dugójában, és most jutok csak végre a reggelihez. Úgyhogy, ja, azt mondom, hogy csapassuk, izom tömeg növelés. Induljunk a 80 kiló felé. Na, végül nem ettem meg az egészet, mert az az igazság, hogy egy kis időnyomásban vagyunk. Nem túl sokára jönnek szépen egymás utána a személyedzés klienseim, és még előtte leszeretnénk forgatni a mai edzést, ami végül egy brutál, beteg karedzés lesz, de előtte még azért kell egy kis energy, úgyhogy egészségedre. Köszön. Cheers! Azt mondják, hogy inkább 10 ismétlés fölé menj, hogyha izomnövelősről van szó. Szerintem nem árt néha sok súllyal sokkolni az izmat, és megmutatni neki, hogy valami más is létezik, nem csak ez a 10-12 ismétlés változatosság sem árt. Elvileg egy nagy hűtő jön, mert a kicsikkel nem volt annyira fun, sok helyet foglalt. Csak a bejárati lépcsőn az érdekes lesz. Lecsúsz el, kérlek. Na srácok, még 3 perc, mert meg is jött a vendégem, tehát most indul az, hogy személyedzés után. Nagyon hálás vagyok érte, csak emiatt most a videót mondjuk úgy, hogy épp hogy sikerült befejezni az edzést. Szépen felpumpáltuk a kart, úgyhogy jöhet a hétvége. Írd a kommentekbe a kedvenc részed a mai videóból, és akkor a következő videóban majd megint kezdjük az, hogy nyerhetsz egy Strandforma programot. Kiválasztjuk random a kommentet, úgyhogy csak írd a kedvenc részed, a következő videó végén kisorsoljuk, találkozunk ott. Köszi, hogy itt voltál. Na, csáll!